valóban élmény. Az életemben fontos, a pályamon fontos, hogy a mesteriskolába bekerültem egyfajta ilyen, hogy mondjam, ilyen karbantartás. Annyi karbantartás fiatalok között lenni, szóval az önmagában érdekes, és ezek az együtt dolgozások is rendkívül izgalmasak, amiért nem oktatás, tehát itt nincs szó ilyenről, én legalább annyit tanultam. Én elsősorban így tanulni jöttem a mesteriskolába, vagy hogy ezt tekintem a céljának, hogy én részt veszek a mesteriskola munkájában. Tehát szemléletet valamennyire át lehet adni. Szóval nem tudom, a saját tapasztalatom, így visszagondoltam az én egyetemi éveimre, hogy a személyiség ereje, tehát nem is amiket mondtak, csak hogy voltak ilyen nagyon markáns személyiségek, akikre mindenhogyan ilyen, hogy mondjam, rajongással tekintett az ember. Jó néhány ilyen oktató volt. Nem tudom, azt gondolom, hogy igaziból, szóval az építészetet nem lehet tanítani. Egyébként rendkívül érdekes dolog, hogy nagyon jó építészek lettek úgy, hogy nem jártak. Tehát, hogy az akadémiai képzés, azt kívánom, itt van mindjárt a Corbusier, ugye, akiről tudjuk, hogy nem végzett. Úgyhogy szerintem a szabadság, tehát ez a... De hogy persze a gondolatcsere, erre az érdekes, és engem mindig érdekel, hogy hogyan gondolkodnak mások. Tehát, hogy az kifejezetten nagyon érdekes, és abból tanul az ember. Szinte minden műfajban nagyon erős teljesítmények voltak, a színház izgalmas volt, akkor volt a Pécsi Balett, fénykorát élte. Ez az a fajta balett, ami hát szóval nem létezett Magyarországon, és el volt zárva azért akkor Magyarország a világtól, és mégis valahogy a világ élvonalával párhuzamosan, szóval ugyanazok történhettek meg például ezeknek a színházában, a balett színházában, ami akkor a világban, vagy nagyon élénk képzőművészeti élet volt. Akkor alakultak a múzeumok is, ezek a kortárs múzeumok. Csomó minden intézményesült, tehát az, ahogy képzőművészeti egyetem lett, építészképzés lett, nem tudom, az intézményesüléssel együtt nyilván ezek így erősödnek is, ezek a műfajok. Nem látok bele, mert már nem vagyok annyira jelen minden eseményen. De hát azért azt látom, hogy a fiatal képzőművészek például elég érdekes dolgokkal jönnek elő. Akkor volt ott a Farkas díj, a Hofer volt a tanszékvezető, a török. Hát szóval sorolhatni lehet a nagyszerű személyiségeket, vagy úgy emlékszem az első tervezés korrektoromra Sall Józsefre, aki egy ilyen régi vágású építész volt, olyan igazi komoly, de nagyon kedvesen beszélve. Szóval voltak ilyenek. Most irányzatokról meg, hát nem tudom, az ember megpróbált tájékozódni az akkori körülmények között, és aztán hatott, ami hatott. Én aztán említettem, hogy én a teóriákkal ilyen bajban vagyok, egyrészt nem, szóval ma már inkább a saját gyönyörűségemre olvasok, és nem teóriákat, vagy, és nem is tudok velük mit kezdeni igazán. Tehát, mert hogy annyira, nem tudom, szóval, hogy másképp, gyakorlat valami másféle gondolkodást hoz, és akkor az adott feladat. Nyilván valamiféle tudás benne van, de én ezeket nem tudom így kifejezetten nyomon követni, és a saját munkámban pláne nem. Vagy szóval másoknál talán észreveszek irányzatokat, vagy nem tudom, de a saját munkáját vagy nem kevésbé tudja kívülről nézni. Egyáltalán megépülése egy ilyen, tehát hogy az egy csuda, hogy papír, akkor van egy alkotás, elkészül, és akkor egy másik pillanat, amikor meg megépül, szóval szerintem ez a jó az építészeknek, hogy kétszer érhetnek sikert, vagy nem. Annyira fölösleges, hülye stílusvitákat folytatni, mert úgy is kiderül, tehát a minőség az stílustól függetlenül kiderül.
És én ezért is vagyok ilyen, tehát hogy így távol tartom magamat attól, hogy bármilyen stílusra így rá, szóval, hogy így vallásként valljam, vagy nem tudom. Tehát, hogy nem kéne. Tehát akkor ezeken túl kéne lépni, és akkor meg a nem ide való vitákat meg nem kéne a szakmába belekeverni. Hát igen, ez az építész felelőssége, ez egy érdekes kérdés valóban, mert hogy minden felelősséget le tudunk rázni magunkról, ha akarjuk, mert megbízó a felelős. Az építészeknek dolga legalább azt hangsúlyozni, amit tudnak. Tehát, hogy az, hogy bontunk 40-50 éves épületeket, az gazdasági büntet is, és nem csak kulturális oldalról, meg az építészet oldaláról megküzdeni. Ez kifejezetten gazdasági büntet. És akkor, ha más nem, ezt kell tudjuk mondani.